Kutya, a Dorka, a Jani, a Juli, mindenki tudja, hogy mekkora buli. A Lili Suli! Lili Suli meséi. Sziasztok, drága Lili Sulisok! Ma Balázs Ágnes a Beszélő Kiskutya című meséjét fogom nektek felolvasni, és nagyon figyelnetek kell, mert amikor azt fogom mondani, hogy wow, 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 akkor fel kell ugorjatok a székről, és magatok körül megpördülni. Ha viszont azt mondom, hogy virsli, akkor viszont egy lábon kell ugráljatok. És amit látjátok, itt van velem Molly, aki remélem nem fogja megenni az én virslimet, csak a mese végén. Úgyhogy akkor elkezdtem. Kutya mamának 5 kölyke született. Minden nap megszámolta őket. 1, 2, 3, 4, 5. Ez persze így hangzott. Wow, 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 wow! Mind az 5 kis kutya másképp nézett ki. Az egyik gömbölyű volt és csáléfülű, a másik korom fekete és csupaszőr, a harmadik foltos, a negyedik csámpás, a legkisebb pedig, tudod, hogy mire hasonlított? Olyan volt, mint egy virsli. Ha meghallotta volna a legapróbb kiskutya, hogy azt mondtam rá, hogy olyan, mint egy virsli, bizonyára azt kiáltotta volna, hogy nem vagyok virsli. De mivel nem hallotta, nem is kiálthatta. Már csak azért sem, mert a kutyák nem tudnak beszélni, csak annyit mondanak, wow, 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 wow. Kutya mama szerint a legkisebb csemetéje még ugatni sem tudott. Míg a többi kiskutya reggeltől estig próbálgatta hangját, azt vakkangatva, hogy wow, 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 wow. A legapróbb kiskutya, aki úgy nézett ki, mint egy virsli, szóval a legapróbb kiskutya, annyit sem mondott, hogy szafaládé. Elindultak, legelől peckesen lépkedett a kutyamama, engedelmesen ügettek utána a kölykei. A menet végén a legkisebb halat éppen az, amelyik úgy nézett ki, mint egy virsli. Mindjárt meglátod, hogy nem tévedek, mert ez a kiskutya valóban úgy nézett ki, mint egy virsli. Amint észrevette a munkás menetet a hentes, aki épp a boltja előtt ácsorgott, vastag ujjával rámutatott a legapróbb kiskutyára, és kacagva felkiáltott, nézzétek, az a kutya éppen olyan, mint egy virsli. Annyira kacagott és hahotázott, hogy a kiskutya köré gyűltek az emberek. Valóban olyan, jaj, de vicces, milyen mulatságos, bámulták nevetgélve a legapróbb kiskutyát. A kölykök megbántottan acsarkodtak. Wow, 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 wow! A legcsenevészebb kiskutya pedig választékos magyarsággal a következőt mondta. Elnézést kérek, hentes bácsi, de igazán nem illendő dolog csúfolódni. Erre aztán eltátott a száját a falu népe. Amióta az eszüket tudták, beszélő kutyával még nem találkoztak, de csodálkozott ám kutyamama is, hiszen álmába se gondolta volna, hogy az ő csemetéje beszéli az emberek nyelvét. A hentes bácsi besietett a boltjába, és kisvártatva egy kosárral tért vissza. Tudod, hogy mi volt a kosárban? Virsli! Ne haragudj, hogy csúfoltalak, mondta szégyenkezve, és letette az ennivalót a kiskutya elé. 1-2-re elfogyott a virsli. Nagyon jól esett a hentes bácsi figyelmessége. Köszönjük szépen az ebédet, mondta szája szélét nyalogatva a legkisebb kutya. Összeszaladtak a falubeli gyerekek. Te valóban tudsz beszélni? Kérdezte egy szopfos kislány. Valóban, mondta a kiskutya. Ki tanított meg rá? Érdeklődött egy füli koszos kisfiú. Senki. Így születtem. Játszol velünk? Kérdezte a szemüveges lányka. Nagyon szívesen, de csak akkor, ha nem fogtok csúfolni. Megígérjük, felelték kórusban a gyerekek, és be is tartották a szavukat. És nem csak ők, de soha többé senki sem mondta a legkisebb kutyára azt, hogy olyan, mint egy virsli. Szóval azt tanultuk ebből a meséből, biztos nagyon ügyesek voltatok közben, anya, apa figyeltiteket, hogy mit nem szabad csúfolódni. Most pedig Mollinak már olyan ügyes volt, odaadom ezt a nagy virslit. Molli! Sziasztok!